Már szinte alig lehet belépni a raktárba, annyira sok a bezsákozott ruha a Vöröskereszt Szekszárd irodájának udvarán. Karácsony közelettével egyre többen érkeznek ide, hogy otthon már nem használt értékeiket felajánlva segítsenek másokon. Mi várjuk a jó szándékú és adakozni szerető embereket, hogy ne csak esetleg a használt ruhában gondolkodjanak, hanem esetleg élelmiszer csomagban vagy más dologban, ami szintén jó lehet a rászorulóknak. Decemberben leginkább az élelmiszercsomagok jönnek jól a Vöröskeresztnek, ahhoz, hogy a rászorulóknak tudjanak segíteni. Ehhez közvetlenül tartós élelmiszer és pénzbeli felajánlásokat is szívesen fogadnak. Decemberben külön kampányt is indítanak, a Tegyük Szebbé Együtt Mások Karácsonyát nevű kezdeményezést minden évben Tolna megyében is megtartják. December 6-a, 7-e szombat, vasárnap zajlik a gyűjtés az ország minden hiper, illetve szupermarketjében az önkéntesek segítségével. Az önkéntesek 10 órától 18 óráig vannak az áruház valamelyik pontján, általában a bejáratnál, ahol a gyűjtő kocsikba élelmiszereket lehet elhelyezni. Az adomány élelmiszerből a Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársai és önkéntesei előbb csomagokat készítenek, amiket a települési koordinátorokhoz juttatnak el, hogy jó helyismerettel rendelkezve ők adják oda azoknak, akik a leginkább rászorulnak.